Szép napot kívánok! A mai videóban a kána virágok szaporításáról lesz szó. Ugye ezeket a növényeket többféleképpen is szaporíthatjuk. Lehet rizómáról szaporítani, tehát a rizómák szétvágásával és maggal is lehet szaporítani ezeket a növényeket. Hát ma erről az utóbbiról lesz szó, tehát a kánák maggal való szaporításáról. Most a képen jelenleg magoncokat láthattok. Ennek a kánák maggal való szaporításának is több módja van. Elsősorban a kiinduló alapanyagunk az a magocskája, ezek a fekete apró magok, amelyeket nem reszeltem semmivel, sokan azt mondják, hogy meg kell reszelni, nem, egyszerűen vízbe áztatva, néhány napig, mondjuk két napig cserélve rajta a vizet. Itt jön a választási lehetőségünk a két napos áztatás után, vagy cserébe elvetjük őket, így, ahogy itt látható. Tehát elvetjük egy ültető földbe, és akkor várjuk, hogy kikeljenek. A másik módszer pedig az, hogy vizes papír szalvétára téve elkezd kihajtani szépen, amikor már ilyen csírája van, illetve ilyen hajtása van, akkor földbe kell ültetni. Hát ezeket is meg kell mosnom, mert egy pár bepenészedett, úgyhogy azt le kell mosni és újból csinálni. Tehát ez kiültethető már közegbe. Tehát ez a két módszer van. Vagy rögtön a földbe ültetjük, vagy csíráztatjuk előtte, és úgy ültetjük a földbe a friss csírákat. Nézzünk meg egy tálat, amiben néhány napos magoncok vannak. Ebben a cserében néhány napja kiültetett magoncok vannak, tehát a papírszalvétán kihajtatott, csíráztatott magoncokat ültettem ebbe a cserébe. Természetesen nem ennyien vannak, csak sajnos nagyon szétnőnek. Remélem majd a többi is kihajt még. Amikor a magoncok elérnek egy bizonyos nagyságot, akkor szét kell, hogy ültessük őket. Ezek nem papíron lettek csiráztatva, hanem egyből beültetve a földbe az áztatás után, és így növekedtek. Itt találhatóak a tegnap szétültetett magoncok. Különböző nagyságúak, de azért érdemes a magról való szaporítással foglalkozni, hogy különböző fajtákat nyerhetünk, esetleg hibridek keverednek belőle. A magoncokat próbáljuk gyökér sérülés nélkül kiszedni ebből a cserépből és átültetni egyesével. A nagyobb méretű magoncokat kiszedjük a cserépből. Látható, hogy milyen szép gyökerekkel rendelkeznek, és ezeket egyesével becserepezzük komposzt és tőzeg keverékébe. Laza legyen, hogy a gyökerek tudjanak fejlődeni. Majd mikor megnőttek, akkor mennek ki a kertbe. A cserepeket, amiből a magoncokat kiszedtük, hagyjuk még pár hétig. Öntözzük is folyamatosan, hát ha újabbak hajtanak még ki belőle. Miután a nagyobb magoncokat átcserepeztük, öntözzük meg, és vigyük meleg helyre őket. Majd térjünk rá egy másik, a kis magoncoknak az átültetésére. Tehát a földbe csinálunk egy lukat, kiemeljük a kis magoncunkat óvatosan. Tehát a földbe csinálunk egy lukat, kiemeljük a kis magoncunkat, és óvatosan belehelyezzük a lyukba. Neki jól látható, milyen nagy gyökere van. Ezeket is becserepezzük, és ezeket is locsoljuk meg, és vigyük meleg helyre. Tehát ilyen egyszerű a kánák magról való szaporítása. Hogyan is tudjuk előhajtatni ezeket a magocskákat? Mi kell hozzá? Kell egy edény, ami zárható, kell némi papírszalvéta és a magok. Természetesen következőképpen kell meg eljárnunk. Tegyük alulra az edény aljába be a papírt. Amikor a papír benne van, akkor öntsünk rá egy kevés vizet. De csak éppen, hogy csak tocsogós legyen ez a papír, vagy be is áztathatjuk. És amikor ez megvan, akkor öntsük rá a magokat, az előáztatott magokat.
nem baj, ha egy kis víz is jön. Égni, öntsük rá az előállíthatott magokat. Amennyit csak szeretnénk. Jó. Kicsit el kell igazgatni. És ha eligazgattuk, akkor ezzel a másik papírral lefedjük az egészet és letakarjuk. Ennyi a trükkje, várunk némelyek, helyre tesszük, várunk néhány napot, elkezdjenek csirázni, és amikor elkezdtek csirázni, mehet rögtön a földbe. Tehát így néz ki az előcsíráztatás. Itt láthatok a letakaratlan, alul van egy kéztörlőpapír, rajta vízzel, rajta a magok. Így, ami le van takarva már, tehát fölülről ismét letakarjuk, lezárjuk a fedelét, meleg helyre tesszük, és így szépen ki fognak csírázni. Majd utána szétültetjük ezeket az apró kis magoncokat. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, további szép napot kívánok mindenkinek. Ha tetszettek a kertes videóim, dobjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen, további szép napot!